És most egy lelki témával folytatjuk a délelőttöt, Én csak jót akarok címmel. A szülői nyomásról és a megfelelés kényszerről fogunk most beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Karsai Szilvia, pszichológus. Szeretettel köszöntelek. Szia Kata, köszöntöm a nézőket is. Na hát akkor nézzük meg, hogy a szülői nyomásnak mi is pontosan az eredete, vagy hogy hogyan alakult ki ez így az idők alatt, hogy a szülők valamilyen okból bizonyos nyomást helyeznek a gyerekükre. Több oka is lehet természetesen, ami nagyon-nagyon klasszikus, ez a saját be nem teljesített vágyak például. Mindig is balettáncos szerettem volna lenni, ezért beíratom mondjuk balettra gyermeket. Ennek milyen negatív hatásai lehetnek? Mert ugye nem minden kislány szeret, most ha példádon megyünk tovább, nem minden kislány szeret balettozni, meg nem minden kislány szereti a rózsaszín tűrruhát rá, akkor milyen hatással lesz az, hogy az édesanyja mégis balettozni iratja be? Ne kell azt nézni, hogy kiről szól ez a történet, és mennyiben szól ez a gyermekről, mert lehet, hogy még mondjuk a szoknyát szeret ide táncolni, nem szeret. Tehát vannak árnyalatok benne, de nyomasztani fogja, utálni fogja a balettot, el fog késni, és ez így szépen ilyen láncolatként hazudni fog, hogy elment balettórára, de azt nem ment el például, messze el fogja kerülni a felsőoktatásban is a táncot például, tehát hogy ez így szépen lassan mélyül és gyűrűzik tovább. A szülők felismerik ezeket a helyzeteket, amikor ők erőltetik rá a gyerekükre ezeket a helyzeteket, nem tudom, tanulási dolgokat, mondjuk az ilyen külön órákat, vagy ez csak később, nem tudom, majd nyugdíjas korukba esik le nekik? Változó azért, aki nyitott arra, hogy a gyerekével összehangolódjon és megnézze azt, hogy mik az ő igényei, szükségletei, ilyen kompetenciákkal rendelkezik, az hamarabb fel tudja ezeket ismerni. Itt azért kulcs az egésznek a beszélgetés, meg a kérdezés. Van, akinek később fog leesni, van, akinek le sem esik. Itt a beszélgetés hiánya az, ami ezeket a helyzeteket okozza, hogy a szülők ráerőltetik a gyerekükre ezeket a nem kívánt dolgokat? Részben a beszélgetés, a gyermeknek a megismerés, ez lehet megfigyeléssel is, azért nagyon sok kompetenciára, nagyon sok képességre fény derül egy-egy játék során például, vagy egy foglalkozás során óvodában. Hogyan kell akkor megismerni végül is a gyerekünket? Én pont a hétvégén hallgattam egy interjút egy híresebb, ismert magyar színésznővel, és ő mesélte, hogy hát neki 3 gyereke van, és hogy neki ő tudta, hogy neki ez a maximum, mert hogy már ha lenne egy negyedik, akkor sokkal kevesebb ideje lenne ugye a meglévő 3-ra, és mondjuk a munkájára, szóval tudta, hogy az ő szavaival élve, hogy ő 3 lelket bír így elviselni. És hogy muszáj megismerni, muszáj közös időt tölteni minden egyes gyerekkel, külön-külön is, ugye, hogy megismerje az ember. Hát ez a nagyon sokat hallott minőségi időnek a kérdésköre, hogy úgy együtt lenni, hogy nem nyomkodjuk közben a mobilt például, vagy amikor együtt vagyunk, akkor a gyerekre figyelünk, a gyerekkel együtt töltünk időt, szerzünk közös élményeket, játék, program, házi munka, bármi lehet élmény, csak az legyen kvázi kizárólagos figyelem. Menjünk vissza akkor erre a szülői nyomásra, a káros hatásaira, hogyha hosszú távon egy ilyen helyzetben él a gyermek, és mondjuk elviseli azt az adott helyzetet, és nem kezd el, nem tudom, kerülő utakon járni, és mondjuk legrosszabb esetben hazudozni. Milyen hatásai lehetnek az ő kis lelkére? Mert mondtad, hogy elkezd egy idő után például szorongani. Igen, hát ami hamar megjelenik, az a szorongás. Mert azért előbb-utóbb az kiderül, hogy egyszerre több felé nem tudunk megfelelni, egyik szülő, másik szülő, iskola, tehát hogy ahogy idősödik a gyerek, egyre több elvárás fog ránehezedni. Illetve nem csak elvárás, ezek nem mindig kimondott elvárások, van, hogy ilyen burkoltan jelennek meg. Talán mondjuk József Attilát tudnám itt idézni, hogy ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bentegeret. Tehát, hogy ez a fajta nyomás, hogy mindenfelé kell teljesíteni, és sosem elég jó, ahogy teljesítek, az kezdi el így marcangolni belülről gyakorlatilag. És akkor itt rá is térhetünk igazából a következő témára, ami a megfelelési kényszer. Akkor ez ennek mondjuk a
lehet, hogy a fele az innen ered, hogy a szülő milyen nyomást helyez a gyerekére? Fele, nagy része, egy része, ez változó. Igen, azért, hogy én is módosítottam. Nevezhetjük környezetnek, tehát nagyon sok jön a környezet, a nevelés, a kortársak, a tanárok, azok a társas rendszerek, amiben mondjuk a gyerek a mindennapjai tölt, és amiben a bontakozó személyiség elkezdi a referenciapontokat, tehát a viszonyítási pontokat kialakítani. Ugye a személyiség ez fokozatosan érik, és menet közben különböző módszerekkel tanuljuk ezt meg, hogy mik a határai az embernek, miket tud, miket szeret, folyamatos oda-visszacsatolásban vagyunk a környezettel. Igen, és itt említetted a kortársakat, a tanárokat, a szülőket, a környezetet, ez mind-mind befolyásolja ezt a kis alakuló személyiséget, igen. De azért hogyan alakul ki ez a megfelelési kényszer, vagy van-e ennek mondjuk egy egészséges határa? Valamennyi muszáj, hogy legyen, hiszen az sarkalja jobb és jobb teljesítményre minden napok során az embert, hogy egyre jobb és jobb dolgokat tegyen le az asztalon, a saját területén. Ez ott kezd kóros formát ölteni, amikor már a szeretetnek a fokmérője az, hogy milyen teljesítményt tesz le az asztalra. Tehát akkor vagyok szerethető, ha 5-öst hozok, ha 4-est hozok, ha kitakarítok, stb. Tehát ezeket a fokozatokat kell megnézni, hogy szétválasztani ezt a kettőtől. Ilyenkor mondjuk a szülőnek mi a feladata, vagy egy pedagógusnak, amikor látja, hogy a gyermek elkezd egy ilyen, nem tudom, örvénybe kerülni, és tényleg a megfelelési kényszer az, ami őt folyamatosan hajtja a mindennapokba, ilyenkor hogyan lehet beavatkozni? Hát ezek szét kell választani, tehát a szeretetnek a megkapása, az ne feltételhez legyen köthető egyrészt. Másrészt ne legyenek a hibák túl misztifikálva. Tehát a hibák azért vannak, hogy tanuljunk belőle. Tehát, hogyha nem tanul belőle az ember, akkor fölösleges őket elkövetni. Tehát ezeket ne nagyítsuk föl egy ilyen elrettentő, hatalmas bűnné, hanem nézzük meg, hogy mi az, ami a hasznára fordítható. Tehát egy kicsit ilyen jövőfókusszal dolgozva, mi az, amit hasznosíthatunk belőle. Ember közelbe kell hozni a tévedéseket, hibákat, ember közelbe kell hozni az ilyen konfliktus helyzeteket például. Sok esetben van az, hogy érzelmeket nem lehet kifejezni, vagy nem lehet konfliktust felvállalni egy családban, mert meg kell felelni, jó gyereknek kell lenni például. Hát ez mi más, hanem a szőnyeg alá söprés végül is. Igen, és hogy lehetőséget kell annak teremteni, olyan légkört, olyan bizalmi légkört kialakítani, ahol lehet hibázni, ahol el lehet mondani azt, hogy azon túl is, hogy mi volt az iskolában, semmi, ez egy gyakori válasz, de hogy ezen túl is a történteket például el lehessen mondani. A szülő hol kapja el, mert egy folyamatról beszélünk végül is, vagy ez elkezdődik valahol, talán a szülő még észre sem veszi, és aztán tényleg eljut odáig, hogy így abszolút szorong és feszül a gyerek, és nem mer otthon beszélni arról, hogy mondjuk 4-est kapott matematikából. Szóval hol kell a szülőnek elkapni a folyamatot, vagy mik azok a, nem tudom, tünetek idézőjelben, vagy cselekedetek, amit ilyenkor produkálnak a gyerekek? Mire kell odafigyelni? Itt a folyamatot ezt nem kezelném ilyen nagyon szoros egységben, mert a szülőséget is egész életében tanulja az ember. Tehát innentől fogva bármikor elkezdi, az már jó. A jeleket nagyjából így a saját gyermekhez mérten lehet beazonosítani. Tehát ha tudom, hogy ekkora mosolya jár iskolába, és egyik nap mondjuk megszűnik, vagy nagyon sokat éjszakázik mondjuk a tanulmányok miatt, akkor például lehet gyanakodni, vagy nincs jó kedve, nincs jó hangulata, de ez minden gyereknél a saját mércéjéhez és viselkedés repertoárjához képest kell nézni. És akkor mondjuk már az első ilyen furcsa jeleknél, vagy amikor már nem olyan nagy széles mosolyjal megy az iskolába, olyankor mit tegyenek a szülők, vagy hogyan kezeljék ezt az adott helyzetet? Jó ilyenkor rögtön belekérdezni, vagy megkérdezni, hogy hát mi történt, hát miért vagy ilyen szomorú?
Igen, de ilyenkor sok esetben egy ilyen védekező, elutasító választ. Hát ez az semmi, nem történt adni, semmi, nem főleg történt a kamaszoknak. Nem semmi, semmi érdekes. Másrészt meg ilyen nagy nyomásnak fogja azt érezni a gyerek, hogyha így hirtelen ide elkezd kérdezgetni, meg inkább ilyen fogatózásnak fog tűnni. Tehát ilyen kerülő utakon, hogy és finom volt az ebéd, és ebéd előtt mit csináltatok, és így szépen lassan föl lehet azt a szintet mérni, hogy éppen abban a helyzetben mennyire tudja beengedni a szülőt. De hogy nem kell erőltetni, mert látszik az a helyzetben, tehát ezt a szülők majd vissza tudják igazolni, hogy látszik az adott helyzetben, hogy mennyire van fogadókészség a partnertől, jelen esetben a gyerektől. És hogyha nem megy ebben az irányban, attól nem fog jobban menni, hogy 20-szor ugyanazt elmondjuk hangosabban, meg fenyegetőzve, hanem megnézni azt, hogy hol van fogadókészség. Most már jó 3 hete nagyjából megy az iskola, és hát ilyenkor sokan ugye belekerülnek ugye a témazárók, vagy mondjuk egyetemen a ZH-knak a spiráljába, de sokan ilyenkor ugye pályaválasztás előtt is vannak ugye a gimnázium vagy középiskola Igen. utolsó 2 évében, és ott is nagyon sokszor lehet találkozni a szülői hatás, szülői nyomásnak a hatásával, aztán később is, így a pályaválasztás során, hogy édesapa jogász volt, édesanyja jogász volt, hát mi más lesz a gyerek? Jogász. És akkor egy ilyen eleve elrendelt helyzetbe kerülnek bele, hogy esélye nincs a gyereknek, nem tudom, pedagógiai pályára menni, vagy művészeti irányba, mert a szülők jogászok voltak, akkor ő is az lesz. Na ebből hogy lehet kikerülni? Vagy van-e erre egy jó recept, vagy ötlet, hogy mit tehetnek ilyenkor a gyerekek? Nehéz kérdés, mert azért bontakozó személyiséggel szembeszállni a szülői akarattal, az mindig embert próbáló, de pont kamaszkorban van az az időszak, amikor megtanulja az ember, vagy elkezdi megtanulni azt, hogy a saját igényeinek, szükségleteinek hogyan tud érvényt szerezni, akár a családban is. Itt bűvös kérdés, miért? Általában érdemes ilyen nyitott kérdéseket föltenni, tehát arra facilitálni a szülőket is, hogy elmondják, hogy miért azt a pályát szánják. Tehát erre nem válasz, hogy csak, meg nem válasz az, hogy apád is jogász volt, és... Meg mert én azt mondtam. Meg mert én vagyok az anyád, apád, és ezt mondom, hanem biztos van e mögött egy racionális magyarázat, ami miatt ők azt szeretnék. Ha pedig nincs, akkor ott van egy terep arra, hogy érvekkel esetleg. Hát jó, mondjuk a felnőttek vagy a szülők biztos azért találnak egy-két racionális érvet ezekre a kérdésekre, de azért ilyenkor a gyerekeknek talán érdemes a sarkukra állni. Nem minden esetben, persze meg minden történet gondolom más, de azért ennek is hosszú távon azért elég negatív hatásai lehetnek a gyerekre, vagy hát a fiatal felnőttre. Igen, mert igazából nem érzi magát a helyen, nem érzi, hogy ez az az út, vagy ez az a pálya, amit ő szeretne élni gyakorlatilag, és ez így marni fogja őt belülről. Tehát hát és aztán... azt érzi, hogy rossz valami. Igen, és ennek aztán elég súlyos következményei vannak, de hogy itt a depresszióig, meg szóval, hogy tényleg egy boldogtalan helyzetbe is belekerülhet. Igen, igen. Meg sorozatos kudarc helyzetek, és amik már így átfordulhatnak mondjuk egy olyan sorsrontásba később. Na hát aztán végül is minden ilyen lelki témának az lesz a megoldása, vagy az a kulcsa, amit már korábban elhangzott tőled is, hogy beszélgessünk, vagy hogy keressük ezeket a közös minőségi együtt töltött perceket, órákat, hogy jobban megismerjük egymást. Talán ez akkor ennek is a lényege. Igen, és akinek van erre érdeklődése, iskolapszichológust felkeresheti például pályaválasztási témában is, vagy igazából bármilyen témában, mert akkor így már tud, hogyha úgy érzi, hogy nagyobb segítségre van szüksége, mint amit mondjuk egy beszélgetés megold osztálytársakkal, tanárokkal vagy szülőkkel, akkor az iskolapszichológus egy szakmai segítséget is tud majd ehhez nyújtani. Hát meg talán az azért is jó, mert ő kívülállóként szemléli végül is a helyzetet, talán könnyebben, vagy hát biztos vagyok benne, hogy könnyebben ad tanácsot. Igen, és ráadásul a titok képzés, vagy hát ez a 4 szem közti beszélgetés, ez köztük marad. Tehát esetleg egy olyat is el tud neki mondani a gyermek, amit mondjuk otthon nem szívesen, vagy nem minden esetben, minden helyzetben tudna ilyen könnyedén felhozni, és teljesen, ahogy mondtad is, egy kívülálló szemével körbe tudják járni a helyzetet.
Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy ismét itt voltál velünk. Köszönjük a hasznos tanácsokat is. Köszönöm szépen.